Sziasztok! Új hét, újabb SVS epizód, ami a podcastünket illeti, és nem mellékesen előrejelezném, hogy az eheti adag nem fog videóanyagot tartalmazni, amennyiben felvétel közben mégiscsak meggondolom magam, és bevágok valami snittet, akkor előtte természetesen szólok, mint a második epizódban is tettem. Na hát, hol is kezdjem? Azt hiszem egyből a végével, mégpedig az a vége, hogy volt egy kis felhívás a Facebook oldalon, hogy lehet írni kamu nézői kérdéseket, na most mivel kevés feliratkozó van, abból gyakorlatilag mind a haveri kör része, az összes, így ezért mondom, hogy kamu nézői, mivel nem olyan nézőkről van szó, akik függetlenek a csatornától, vagy tőlem. Na, de lényeg, nem erőltettétek meg nagyon magatokat, egy ember írt 2,5 kérdést gyakorlatilag. Nevet nem mondok, azt majd csak akkor, mikor sok kérdés lesz. Úgyhogy erre most válaszolnék is. Tehát akkor első kérdés. Ezen túl rendszeresek lesznek a videók, vagy számíthatunk megint hosszabb szünetekre? Na, a kérdés jogos. Az előző epizódban ugye erről nem beszéltem, csak arról, hogy vaj, de kár, hogy szünetek voltak, meg ilyesmi, amit tényleg sajnálok is. Azt mondom, hogy számítani mindig kell az ilyesmire, de kész akarva most nem lesz. Tehát nem érdekel az sem, hogyha idén nem jön új feliratkozó, tehát marad az a hetes szám, akkor is a heti egy videóhoz szeretném magamat mindig tartani, és ebben nem tartozik bele a podcast, mivel ez nem videó. Tehát akkor úgy mondom, hogy szeretnék egy héten egy SVS-t feltölteni, illetve egy sorozat epizódot, vagy önálló videót. Teljesen lényegtelen. Amennyiben ez nem sikerül, akkor az már szünetnek minősül, amit tényleg nem szeretnék megint csinálni. Második kérdés, amit hát mondanám, hogy két részre osztok, de az, ettől függetlenül most felolvasom egyben az egészet. Te személyesen melyik projektet szereted a legjobban, és melyiket szereted a legjobban csinálni? Na most, hogy melyiket szeretem a legjobban, erre azt mondanám, hogy a Hearthstone. Hogy melyiket szeretem a legjobban csinálni, az egy olyan projekt, amiről ti még nem tudtok, ezért nem is mondom meg, hogy mi az, de nem a Hearthstone szeretem a legjobban csinálni, mivel ott nem garantált a siker, és néha fel is tud idegesíteni, de hát vágatlanul érkezik hozzátok, nincs kihagyva sem vesztes csata, sem győztes, se semmi. Nem is macerás vele dolgozni, de ettől függetlenül azt mondom, hogy azt szeretem a legjobban, de nem azt szeretem a legjobban csinálni. Úgyhogy azt hiszem, meg is válaszoltam akkor mindent. Tehát ennyit a nézői kérdésekről. Na hát, új jövévények is lesznek, folytatódik a Hearthstone egy újabb dupla epizód feltöltésével majd, ami a Naxxramas szóló kalannak a második szárnyát dolgozza majd fel. Akkor amiről még szót szeretnék váltani itt magamban, az az outro a videók végén, tehát ez a subscribe-os dolog. Egyelőre még mindig nem volt időm rendes ilyen kivezetőt csinálni. Úgyhogy egyelőre marad ez a kis faporos megoldás. Az éles fülűek pedig valószínűleg hallották, hogy az Imagine Dragons Warriors című száma szól alatta. Úgy voltam velem még annak idén, mikor ezt a számot először meghallottam, hogy erre én videót szeretnék csinálni, de végül is csak idáig jutottam, hogy egy ilyen kivezető, egy ilyen outro lesz belőle, és ez egyébként benne lesz a végleges verzióban is, mivel ez a szám eléggé tetszetős számomra, úgyhogy ilyesmire lehet majd számítani, nem tudom még mikor. Ugye a bevezető intro az univerzális, tehát minden videó előtt az lesz, és annyiban meggondoltam magam az előző részben említettekhez képest, hogy nem csak az SVS minden egyes része előtt lesz látható, hanem mindig minden videó előtt látható lesz.
TF2, ami volt egy felvételünk, az újévi macerái, kócerái, renderelve van, csak hatalmas nagy méretű. A hatalmas nagyot azt úgy kell tenni, hogy kicsit több mint 3 giga, ami egy ilyen 12 órát szerintem biztosan igénybe vesz feltöltésgyanánt, ha nem többet, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mikor lesz feltöltve, de fel lesz, megígérem, és még ebben a hónapban. Csupán kell rá találnom egy megfelelő időpontot, dátumot, vagy valami. A WoW téren, amit ugye Coxy Zoli fog vezényelni majd valamikor, nem tudom mikori kezdéssel, egyelőre nincs újabb fejlemény, lesz, csak még egyelőre meg kell próbálni minden lehetőséget, hogy működik, hogy nem működik. Aztán nyilván, hogyha minden klappol, akkor mehet élesbe is a dolog. Annyiból egyébként jobb, hogy ezeket a videókat Coxy fogja rögzíteni, mivel ez lesz az első olyan sorozat, hazudok, mert Subbase már csinálta olyat a RetroTK-val, akkor ez lesz a második olyan sorozat, amihez nekem nem lesz közöm, és ebből kifolyólag ő gyorsabban fel tudja tölteni. Noha még otthon lennék én is Magyarországon, akkor természetesen heti 5-6-8 videó lenne körülbelül a feltöltési sebesség miatt, viszont hát itt nagyjából a százada, úgyhogy ebből kifolyólag nekem sokáig tart egy-egy epizódot felerőszakolni YouTube-ra. Na de lényeg, hogy lesz valamikor, csak még nem tudjuk mikor. Viszont újdonsült egyik tagunkkal, Coxyval már átestünk egy közös felvételen, ami egy Chase Horse kis esti móka volt, egy jó másfél óra. Ez is elég nagynak tűnik így, még rendelés előtt egyelőre, de megpróbálok azzal is minden jó dolgot beállítani, hogy minél kisebb legyen, de ne a minőség rovására, és akkor ez is felkerül. Plusz Csé az majd még lesz sokféle variációban, mivel az 1.6, a Source és a Go is játszik, tehát ez egy lejátszás listára fog kerülni az összes, valamint ha már a lejátszás listákat megemlítettem, Facebookon rövid hírbe ki lett írva, hogy két videó végérvényesen is törölve lett a csatornáról, nem a bennük található zene miatt esetleg, hanem szimplán az a sorozat végleg megszűnik, vagy hogyha bármikor kerül is fel újabb epizód, akkor hát szeretném sokkal minőségibben megoldani, tehát egy teljesen újraindítani az egészet. Ez a két videó és egy belejátszás lista a Game Dev Tycoon volt, és a Colin McRae Rally Remastered. Na most utóbbiból én felvettem gyakorlatilag elejétől végéig mindent, csak lusta voltam megcsinálni, viszont visszahallgattam, és az a borzalmas monotonitás, amit tényleg, hogy nem lehet beszélni egy ilyen autóversenyzős, tehát egy rally játék alatt, ahol tényleg A-ból B-be jutok el, tehát tényleg az volt a legizgalmasabb pont a videóban, amikor azt mondtam, hopp, neki mentem egy fának. Vagy valami hasonló hanglejtésben is, tehát tényleg borzalmas volt, ebből nem lehet videót csinálni, úgyhogy ebből nem is fogok. Game Dev Tycoon, hát egyszer nekiálltam, neki fogok szerintem még egyszer, mert az még mindig az egyik legjobb játékom. Na hát akkor ezt is tisztáztam. Valamint nem szabad természetesen azt sem elfelejteni, hogy január 27-én érkezik körünkbe a GTA 5, már ami a PC-s köröket illeti, hiszen már Xbox 360-on, illetve Xbox One-on egyszer-egyszer végigjátszottam, utóbbi eredeti példányban van meg, így már a GTA Online-t is volt lehetőségem kipróbálni. Viszontag a Xbox One-on nem tudok felvenni videót, mivel többször volt már lehetőségem, de nem vettem meg egyik Övermedia vagy Elgato készüléket sem, amivel tudnék konzolról rögzíteni, akár Full HD felbontásban is. Így marad a PC-s közvetítés, amit természetesen
nem fogunk elhanyagolni így gékonos körökben sem, mivel többen készülünk megvásárolni az említett címet. Természetesen csak GTA Online-ról lesz szó, tehát nem fogom felvenni azt, hogy végigjátszom. Egyrészt, mert is előre látom, hogy mekkora méretekről lesz szó, és tényleg győznöm kell a feltöltést is, de erről már váltottam egy pár szót az előbb. Úgyhogy, na igen, lesz az is. Természetesen, hogyha valami érdemleges játék lesz, akkor azt valamilyen valószínűséggel meg is fogom venni. Egyelőre most a GTA 5-ön kívül más így nem jutott eszembe. Valamint közben eszembe jutott így a sok tárgyalás alatt az is, hogy lesz majd némi változás így a 720p felbontás téren, mivel bár a retrotékes játékok nem igényelik a 720p-t, mivel akkor, amikor azok a játékok készültek, nagyjából a 144p körül kellett gondolkodni, vagy maximum a 240. De most vonatkozik ez például a Game Boy Advance-es játékokra, nyilván emulátorral futtatva, esetleg a régi PSX játékok szintén emulátorral, és mivel ilyeneket is tervezek csinálni, nagy valószínűséggel, nem ígérem, de nagy valószínűséggel ezek a felvételek 480p-t fognak csak produkálni. Egyrészt már akkor harmadszor is vagy negyedszer megemlítem a feltöltési sebességet, ami botrányosan alacsony, és így sokáig tartana feltölteni. Másrészt az első pont, tehát gyakorlatilag csak ezt tudom ismételgetni, hogy ahol tudok, ott ezen túl spórolni fogok egy kicsit, ahogy ne legyenek szünetek, amire válaszoltam is egy feltett kérdésben. Viszont ezt nem a minőség rovására szeretném, csak ahol nagyon muszáj, de most egy pixeles 8 poligomból álló játéknál nem fogom erőltetni a 720p-t, mivel attól az még nem lesz 720p. Úgyhogy ezt is szerettem volna tisztázni, hogyha esetleg lesz egy videó feltöltve és nem éritek el a 720p-t, akkor nem nálatok és nem is nálam van a hiba, hanem eleve úgy lett megoldva a dolog, hogy egyszerűen nem kell a HD felbontás, mert nem lesz HD. Úgyhogy ezt is szerettem volna tisztázni, és ezt meg is tettem. Na és végezetül egyébként még egy dolog, ami most megint így beugrott. Ugyebár a Hearthstone sorozatban kikerült a facecam, utólag aztán végig gondoltam, és majd valamikor vissza fog kerülni, na lehet, hogy nem pont a Hearthstone-ban először, hanem egy másik videóban, de szeretném azt is majd egy kicsit felturbózni, tehát nem csak egy ilyen snassz bevágott képkocka, hanem tehát mindig valami keretet adni a dolognak, hogy ne legyen tényleg olyan unalmas. Úgyhogy azt hiszem most már tényleg mindenről szót ejtettem, amiről szerettem volna. Igazából ez csak egy ilyen kettő és feledik rész, tehát nem is igazából harmadik, de ez lett volna így a harmadik epizódja az SVS-nek, és így utólagosan is elnézéseket kérem az összevisszaságért. Maradjunk annyiban, hogy az óra már erősen a hajnali órákat üti. Na de, ilyen egy jó videós sosem pihen, sosem alszik, hanem csak dolgozik. És amikor nem videózik, akkor is dolgozik. Úgyhogy ezzel a bölcsességgel szeretném megköszönni azt, hogy meghallgattátok ezt a részt. Füleljetek a jövő héten is, vagy éppenséggel pár nap múlva, ez attól függ, hiszen egy héten akár többször is lehet SVS, de az is lehet, hogy csak két hetente lesz egy. Ezt majd meglátjuk. Na, tehát akkor még egyszer köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!